Nedvék! 82 évvel ezelőtt, tehát 1941-ben, 82 éve Kolozsváron, levéltári adatok alapján 9600 román élt, 98000 magyar, és 600 cigány ember. A 2011-es népszámlálási adatok kapcsán pedig az a helyzet, hogy 250000 román él most Kolozsvárban, körülbelül 50000 magyar. Vajon hány cigány él Kolozsváron? Most nemrégen egy kedves barátommal elautókáztunk Kolozsvárnak az egyik hírhet negyedébe, és a következő felvételeket fogok most nektek megmutatni. Tessék! Elindultam ma reggel Kolozsvárról. Ez a második videoblogom, az előző kapcsán azt mondtátok, hogy tessék folytatni, jön is, tetszett nektek. Ez az egész, amit ott Kalotaszegen átbiorátomnál felvettem. Akkor hajrá, most egy héttel később, a mosánap délelőtt. Megint a házsongárdi temetőben kezdtem a felvételeket, illetve kezdtem volna, de sajnos esett az eső, úgyhogy inkább elindultam az autóval. Marosvásárhely irányában autókázom. Ez egy másik autó, ezt kölcsönkaptam egy barátomtól, mert most egy héten keresztül folyamatosan menni fog Hargita és környéke, kemény helyekre. Ma reggel nem tudtam nektek lefilmezni azt a sírcsoportot, amit nemrégen renováltak a Házsongárdi Alapítványnak a jeles képviselői. Ugyanis vannak olyan sírok, olyan feliratokkal, amelyek 1600-as évekből szólítják meg és üzennek a múltból a ma emberének. Elképesztő sírfeliratok. Mindjárt indulok a Hargitára, a Székelyföldre, és úgy gondoltam, hogy mielőtt elhagyom Kolozsvárt, és beugrok a botanikus kertbe, így tavasszal most lesz néhány dolog, amit érdemes megnézni. Viszont a fő bejárat, a hivatalos bejárat elég érdekes. Egy székelykapu, amely kiírása, illetve ennek a székelykapunak, ahol az áldást szokták írni, ott csak egy román szöveg fogadja az vendégeket, látogatókat. Most az utóbbi két hónapban 97000 látogató volt itt, úgyhogy nagyon profik itt ebben a multikulturális városban, amire oly büszkék Len Bukarestben, meg itt is. Úgyhogy nézzünk be egy kicsit, mi a helyzet.
ebben az európai hírű botanikus kertben. Fontos, hogy ezután a mutáns székelykapu után elmondjak nektek, amit én látok a saját szemem keresztül, az, hogy tényleg a herbáriumnak nevezett hát gyűjtemény az egy igazi szenzáció itt, de erről kevesen tudnak, mert ahogyan Lőrinc Anályék is írták, egy 700 ezeres számú ívek, dokumentumok vannak. Azt tudjuk, hogy 1925-ben, amikor véglegesítették a helyszínt, hát akkor ugye a magyarok szépen összekalapálták ezt, és aztán a bevándorlók beleültek a kézbe, szokás szerint. De nincs semmi baj, mi türelmes emberek vagyunk. Na, hol vagytok? Itt vagyok a Marosvásárhelyi várnál, vasárnap dél van, természetesen megy a szivatás, ugyanis a zsaruk lezárták az összes várkülüli részeket. És már bontják is a lezárást, úgyhogy megérkeztem, mázunkon lehet parkolni. Csajók! Jó ez a vásárhely! Most már itt a váron belül vagyok, és keresem a kedves következő delikvenseket, akikkel készül hamarosan néhány snit. Egyre csak halkul a lépte, nincs aki várja, hogy értse. Nincs, aki kéri, hogy hívjad, és aki volt, az is elhagy. Itt alkalmak egyike, térdelek 4, illetve 5 barátom előtt, bocsánat, egyik barátom, és 4 művész palánta előtt. Igen, látjátok. Hogy van az, hogy ti arról lettetek híresek, szószoros értelmében, igen, híresek lettetek, igen, hogy a karrierjeteket egy lemezjátszó, LP, vinyilló, nem tudom, hogy mondják ezt pontosan, tehát széllel szembe kezditek. Ez most akkor hogy jött? Nem mindent mutatott. Igen, én vagyok a hibás, én vagyok a... Mert? Hát mert közel volt az életemnek mindig sok lemez is. Gyerekkorom óta is mindig. Szóval jött egy ilyen, vagy CD, uh-huh. Megölt egy kicsit a vinilt, és jött a kazetta, meg ilyesmi. Aha. Aztán a CD most már meghalt, szerencsére. És hogy tudtad meggyőzni a kollégáidat? Hát, erről, mert azért az a valóság, hogy már fizikai formátum, mondom, CD az már nem létezik. Uh-huh. Nem is tudjuk már eladni, mert senkinek sincs lejátszója. Okay. Csak okay. Mondtam, tehát csináljunk egy vinilt, próbáljuk meg, mit szólsz, írjuk meg. Írjuk be magunkat a történelemről. Na, és többiek? Menet közben úgy is lehet fogalmazni, hogy ez egy közös álmunk volt a banda részéről, hogy legyen a lemezünk, saját mini lemezünk. Na, és megtörtént a csoda, megvan a lemez. Ott körbáltatok a színpadon. Mi? Milyen lett, még a visszajelzések? Hát így jó, de még nagyon friss, még csak 2 hete. 2 hetes? Igen. Nagy raklapkal érkezett. Művészek vagytok, akik szeretnek ilyen halni, mint a Csontvári, akinek a élete utolsó hónapjaiban nem volt vászonra pénze, ez vicc, nem vicc. De iszonyú mazohisták vagytok? Nem, egyszerűen szeressük, amit csinálunk. Uh-huh. És nem akartok beállni a sorba? Nem akarjuk eladni magunkat inkább. Végre a hölgy is megszólal. Te nem akarjátok eladni magatokat? Nem, ez úgy van, hogy úgy képzel el mindenki, hogy mi gyártottunk mi. Tehát valaki gyártott egy nagyon finom sör. Jó, igazi, keserű, úgy, ahogy kell. Sört? Sört. Tehát most adok egy példát. Egyre jó, igen. És akkor van az, hogy az embereknek ez a sör nem tetszik. És akkor, ahelyett, hogy az embereket rávegyék, hogy ezt a sört vegyék meg,
inkább beletesznek egy kis cukrot, hogy az a többségnek legyen ízletes a sör. Hogy legyek meg. Mi nem szeretnénk cukrot. Mi nem szeressük a cukrot. Azok a kedves hallgatók, nézők, akik hallgató vagy szeretnének most vedleni, de nem tudják, mert nincsen lemezjátszójuk. Hol tudnak titeket meghallgatni? Hát per pillanat YouTube-on meg lehet találni ezt is. Következik a Spotify meg a többi. Nagyon, aha. Többi. És mit csináltok? Lehet tölteni meg. És mi van akkor, hogyha a politikai korrektségnek a szellemében titeket egyszer eltüntetnek, tegyük fel, nagy Isten, a YouTube-ról, meg a Spotify-ról, mindenhonnan, akkor marad a vinyilo? Marad. Mit szeretnétek elérni a következő évben? Hát azt, hogy ne kelljen máshol dolgozni, meg ne legyen szükség más munkahelyre, meg lehessen élni csak a zenémből. Uh-huh. Meg nagyon nagyobb a nézettségünk, jussunk el nagyobb fesztiválokra. És úgy szeressenek minket, amilyenek vagyunk. Magyarországra próbáltok, vagy inkább? Még soha életem, mert nem voltam Magyarországon. Hát, hogy írták? Igen, jó. De nem, hogy nem szeretnék elmenni. Értem. Ja, tehát ha meghívnak, és hogyha izény van, akkor zenélik el. Magapossági is volt, nem jött össze soha. Van egy olyan, hogy csinálunk egy ilyen kis könyvecskét a lemezhez, ugye, mert ez egy konceptalbum. Igen. Ez egy nagy sztori. Uh-huh. És most írodik a magyar szöveget, lesz külön egy ilyen kis könyvecske, és lesz román, tehát román is akarjuk egyébként. És ezeket kifinanszírozom most? Senki. Saját pénzben csináljátok? Igen. 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 Az igen, tiszteletre méltó. Jó. Egyébként így az zárójelben megjegyeznénk azt is, hogy a dalokhoz készülnek angol verziók is. Uh-huh. Szuper. Jó. Mi kaptunk több ilyen lehetőséget, hogy hát nem jönnétek fellépni, jaj, magyarul zenéltek, és az nem jó, mit tudom, román földeken. És így angolul, hogyha lesz akkor a zenét, bárhol. Értem, és ragaszkodtok ezek szerint akkor a magyar nyelvű? Ragaszkodunk, persze, de... De nyitottak vagyok arra, hogy egy-kettő track lehet angol is, azért mert stb. Az angol lehet érvényesülni, nem csak Romániában, hanem bárhol. Hogy látjátok az itthoni, az erdélyi, a romániai helyzetet a ti művészetetek irányába? Mi a helyzet? Hogy látjátok? Akik nem ismerik esetleg. Nem vagyok fényes, megmondom őszintén. Mert? Miért nem? Nagyon-nagyon nehéz. Kevés a lehetőség. Elsősorban, mint nekünk zenekar, kevés a fellépési lehetőség. Kevés fesztivál van, ahol magyarul lehet. Uh-huh. És miért nem alapítotok akkor viszont egy vinyilo fesztivált ti? Hogyha kevés a fesztivál. Gondoltatok ilyenre? Miből? Hát gondoltunk, ez az igazság, hogy eljátszottunk a gondolattal, hogy na. Mit hogy lehetne, csak ugye az anyagi közbeszél. És kiket kerestetek meg, hogy anyagi értelemben lehessen segíteni egy ilyen saját fesztiválnak a létrehozásában? Körülbelül így fölöttünk voltak a felhők, és akkor így szép lassan kipukasztottuk az egészet, mert... De konkrét fölkérésetek volt, tehát kerestetek embereket? Nem, csak eljátszottunk a gondolattal. És miért nem próbáltatok meg igazán? Jó kérdés. Tehát eljutottunk a nagyon kellemetlen kérdésig, hogy megpróbáltuk-e konkrétan, praktikusan a pénzt bevonzani. De nem csak gondolatokkal, hanem tettekkel is. És leesett az állam, hogy most a négy fiatal ember, ből sikerült kihoznom, hogy csak a gondolati szinten jutottak el ezzel, és nem próbálták meg konkrétan, hogy pénzt kérjenek a megfelelő helyről. Nem kell ahhoz eladni a lelkünket. Úgyhogy én ezt azért álltam meg, és azért mondom ezt így most, bátorkodom legalábbis így nektek, kedves nézőimnek, hogy ezt most sokan fogják nézni, fiatalok, ezt az adást. Hogy ugye a tettek beszélnek, és a többi, tudjuk a szólás, a többi, meg kell próbálni. Én nem tudtam volna megcsinálni ezt a 20 évet, és ennyi nézőt, és csomó embert is, jó barátot találni, hogyha nem állok a sarkamra, és van bennem annyi hit, hogy aki kér, az hogy van? Adatív? Igen, valahogy így mondják, de a csuhások körülöttem ezt jobban tudják. Na, a lényeg az, hogy meg kéne próbálni, mert látjátok, tök jó zenét csinálnak, és az alapkérdésem már volt egy érdekes válasz. Itt Erdélyben, Romániában milyen profi stúdió élményetek van? Hát ezt az utolsó, hát nem is lehet mondani, hogy profi. Inkább egy kisebb jó. Vállalkozó. És milyen emléketek fűződik hozzá? Jó? Igen.
profil, az profil. Mondd még ezt? Nova TV az profil. Neked milyen volt az élmény velük dolgozni a stúdióban? Még egyszer? Nagyon jó. Na, mondjál valami példát. Gyakorlatilag velük indult. Nem is tudom, hogy valami cintányért hoztak el, vagy... Én nem, az úgy volt, hogy árultam valami cintányért, csak akkor rám írta, hogy mennyi is. Megvette, és összebarátkoztunk. Nekem van egy stúdióm, sajt próbálkozunk, csak ketten voltunk Oliva, hogy akusztikus duó volt ez a zenekar. Aha. És akkor ráírtam Attilára, hogy te, mit szólsz? Nem vehetünk felálladot, hogy pár számot úgy ne lássuk, hogy lesz valami belőle. És aztán gyertek. Na és amikor ti megérkeztetek először abban a mondjuk úgy rendhagyó épületben. Igen. Mi volt az első benyomásod? Az első... Wow, milyen magány. Nem, először jött a pánik, ahogy megérkeztem. Pánik? A csomagolás maga kívülről, hogy úristen, hova jöttünk a semmi közepére. Aztán meg bementünk és aztán tényleg... Aztán kiderült, milyen fasz a kis stúdió van. Igen. Amikor ők megjelentek, akkor én lapozgattam a Cubase-nek a könyvét. Hogy működik tehát, a program? Tulajdonképpen igazán tudtam, hogy aha. Hogy működik. Tehát, na, gyakorlatilag ők a Stonecrops volt, akik hajtották bennem azt, hogy elindítottam a stúdiót. Mindig szintről szintre, ahány albummal jöttek, mindig léptem egy szintet. Ők is, én is. Három albumot vettünk fel. Igen. És mi történt azon a három albummal? Megvannak? CD-n, igen. Zseniális. Mi hiányzik egy ilyen nagyobb debüthöz mondjuk így tegyük föl, mert ugye az LP az megvan most. Megfelelő kapcsolat. Megfelelő kapcsolatok. Uh-huh. Tehát akik hallgatják vagy nézik ezt az adást, azok hívjanak föl titeket, hogy tudnak titeket elérni? Igen, az van eddig, hogy megvan ez a zene, és nem tudjuk eljutatni a megfelelő emberekhez. Tehát van egy fal, ami nem tudom, semmit sem tudtuk még eddig úgy Jó, de most nem akarok provokálni titeket, de a mai internetes világban sokkal több a lehetősége, mondják. Igen, mondják. Mondják a többiek, ott van a YouTube, stb. Most már a autodidakta olvasni nem tudó emberek is már tudományos műveket adhatnak ki. Akkor mi a fene lehet ez a kettősség itt? Túl zsufoltság, tehát annyi információ van. Kicsi telefonom, hogy nagyon nehéz megfogni egy embert, hogy 3 másodpercet megálljon a görgetésből. Nem tudunk koncentrálni? Nincs idő. Nem annyira érdekes, mert belinkelek egy egész albumot, vagy egy mit tudom, egy dalt, és azt meg le kell menni az izére, és meg kell hallgatni, és ha nincs egy kicsi segrázás, vagy valami, az már érdekes. Át kell ugrani a gitár szólót. És nekem nem megy ez a pofátlanság, hogy... Ez pofátlanság, tényleg? Igen, valakinek a képében belegyúródjak, hogy ez vagyok én is, milyen jó, telefonon. Ez a legjobb, és ezt vedd meg, és stb. Ez nem. Ezt így kell csinálni manapság, komolyan? Igen. Én nem tudom, én egy ős naív vagyok. Úgyhogy gondolom ez a recept. Még a másik, hogy nyolni kell. Én a Kalotaszegi videoblogomat úgy fejeztem be Árpi barátommal ezelőtt egy héttel, amit kitettem, hogy megyünk nyalni Kalotaszegre, mert olyan fagyizó, ami hihetetlen. De értették? Jó, jó. Mi nem politizálunk, tehát nem tartozunk sehová, semmi. Tehát magyarán, hogyha az ember nem... Arra sem, tehát nem szorult. Tehát nem fekszünk le valamilyen politikai irányzatnak, manapság mi kezdő művészek, vagy fiatal művészek, akkor nem is lehet... Abszolút minket nem érdekel a politika. Jó, szóval. De anélkül szinte nem is megy, azt akarod ezzel mondani? Vagy nehéz? Szerintem nagyon nehéz. Nagyon nehéz anélkül. Aha. Tehát a szabad szellemi élet az nem létezik, mert a gazdaság, illetve a politika ez belenyúl mindig. Mindenhol ott van a háttérben, szóval. És mecénások nincsenek olyan gazdag emberek, akik azt mondják, hogy tessék, itt van a lóvé, nem kérem meg, hogy mire költöd, bum, kész. Tehát volt ilyen például most a lemezkiadásról, ez egyik ismerősen segített egy kis tőkével, hogy tudjuk kiadni a lemezt például. Na, tehát akkor vannak mecénások. Igen, persze. Akkor nektek olyan mecénás kellene, aki egy helyet tud adni, és jogilag biztosítja azt, hogy nem visznek el titeket bilincsbe, hogyha esetleg egy 60-as évekbeli félreérthető szöveget nyomtok. Bocsánat, jó? Igen, ezt majd kivágom. És akkor ennyi. És akkor 10 élnétek, nem? Igen, persze. Ha jól értem. Ez tök jó, csomó pozitív dolgot mondatok. Hogyha szeretnétek részt venni, kedves nézőim, egy ilyen próbálkozásban, hogy be tudjuk bizonyítani egymásnak, hogy mi együtt mindenféle külső hatalmak nélkül képesek vagyunk valamit összedobni, összehozni, egy kísérletet elindítani, akkor írjatok nekünk egy e-mailt, szervezünk valamit mondjuk június vége, júliusra, vagy amikor majd jó nektek, akkor megbeszéljük, oké?
Úgyhogy várom a leveleket, várom a reakciókat, és hát, ha lesz ebből valami. Én rajta vagyok. Mondok egy olyan felvételt most így gyorsan, hogy... Na, az üzleti megbeszélés... Az nálunk így szokott működni. Ez a diabóla, ez pedig a... Ez pedig a tranzit. Úgyhogy folytkör, kösz. Na, ez most egy kicsit privát. Megtaláltam Marosvásárhelyen a szüleimnek a házát. És... Ez lesz az. És az ablakból egy idős asszony megengedte, hogy beüljek hozzájuk. Úgyhogy most életemben először fogom látni, hogy szüleim honnan jöttek. Ennyit.